Többek között ez a festmény is a Pécsi Csontvári Múzeumban látható. A koronavírus miatt kialakult helyzet azonban a kiállító tér bezárásával járt. A város többi közösségi teréhez hasonlóan a Janus Pannonius Múzeum tárlatait sem lehet látogatni határozatlan ideig. A galéria vezetősége új módszert vezetett be, ami a látogatók, de akár a távoktatásban tanuló diákok számára is hasznos lehet. Közismert tény, hogy az elmúlt hét elejétől kezdve valamennyi múzeumi kiállítási hely zárva van. Erről a nagy közönség tájékozódhatott a honlapon, különböző fórumokon, újságokon keresztül, mindenféle egyéb helyeken. És ez a kihívás számunkra egy új feladatot jelent, hogy hogyan tudjuk a közönségünkkel a kapcsolatot élővé tenni, illetve hogyan tudjuk őket megtartani. És ezért találtuk ezt a programot, a digitális barangolást. Arra hívjuk a látogatóinkat és mindazokat, akik szeretik a múzeumot, vagy egyáltalán időtöltésük szempontjából valami új és izgalmas dolgot szeretnének látni, hogy nézegessék a honlapunkat. A honlapon nagyon sok digitális tartalom érhető el, meg lehet nézni a régi kiállításainkat, meg lehet nézni a jelenleg még álló kiállításainkat, illetve olyan érdekességeket lehet felfedezni a honlapon, amelyek különböző titkos vagy kevésbé ismert közönség számára nem nagyon látogatható helyszínekről tudósít. Ilyen például a különböző restaurátori munkák, régészeti feladatok, és azok a kiállítások is megtekinthetők, amiket esetleg nem néztek meg a látogatók. Magamból kiindulva azt gondolom, hogy az egy nagyon jó dolog, hogyha az ember a kiállítást úgy tudja megnézni, majd ha újra megnyílt, hogy előtte egy kicsit fel tudott készülni. Nagyon sokszor az van, hogy a kiállításon kevés az idő, vagy legalábbis nagyon fárasztó feladat egy kiállítást megnézni, és végigolvasni azt a sok információt, amit a szakemberek a közönség elé tárnak. Most viszont lehetőség van arra, hogy szépen, nyugodtan, kényelmesen kiki a maga kellemes ritmusában elolvassa ezeket az információkat, és megismerkedjen a kiállításokkal. A múzeum honlapján már most elérhető több összeállítás is. A felkerült anyagok a legváltozatosabb témákban és formákban dolgozzák fel a kiállítótér érdekességeit. Digitális tárlatvezetéstől kezdve különböző interjúk, érdekességek, a művészettörténetnek a nagy korszakairól szóló beszámolók, illetve újabb és újabb friss anyagoknak a felkerülése. Ez a lényeg, hogy ez nem egy zárt adathalom, hanem folyamatosan megújítjuk, hétről hétre újabb és újabb információk kerülnek föl. Ugye a munkatársak most otthon nagyon sok idejük lévén azon dolgoznak, hogy hogyan tudjuk ezt a szolgáltatást fenntartani, amit eddig is a közönségnek mi nyújtani tudtunk. Ez azt jelenti, hogy újabb és újabb tananyagokat, újabb és újabb információkat teszünk fel a honlapra. Iskolákkal felvettük a kapcsolatot, tehát az ő számukra is segítség lehet az, hogy a tanításban, ugye ez most ott is digitális jellegű alapvetően, tanításban újabb lehetőségek merülnek föl, segítséget tudunk nekik ezzel nyújtani. A Janus Pannonius Múzeum munkatársai folyamatosan dolgoznak az újabb ismertetők elkészítésén. Cél, hogy minél több területen megismerkedhessenek az érdeklődők. A terveink szerint hétről hétre teljesen megújuló új tartalmak jelennek meg a honlapon, hogy csak egyet említsek. Most került fel a honlapra a Bauhaus-tól a Weimari című beszélgetés, ahol egy nagyon izgalmas művészettörténeti periódusról szóló tárlatvezetés egy hozzáértő szakember részéről hangzik el. De ott van mellette egy olyan digitális tartalom, ami teljesen unikális. Ez pedig a helyi közösség számára ismert helyszín, a Nagy Lajos király útján történt régészeti feltárásnak a rekonstrukciója. Ebben az az izgalmas, hogy ha valaki rákattint és végignézi, úgy érezheti, mintha az ókori római időszakban a provinciák történetét ismerve barangolhatna, és egy különleges épület együttes, egy úgynevezett Horreumnak a rekonstrukciós világába léphet be, végigjárhatja ezeket az épületeket, a különböző díszítéseket láthatja azt is, hogy akkora forgalom az hogyan zajlott, hát nyilván nem gépjárművekkel, hanem ökrös szekerekkel és egyebekkel. Úgyhogy a múltban lehet úgy barangolni, hogy egy nagyon hasznos, értelmes időtöltést jelent egyben. Lehetséges, hogy a megújítás során egy-egy anyag majd le fog kerülni, de alapvetően azt szeretnénk, hogy mindig új, mindig friss, megújuló anyag kerüljön fel a honlapra.
A március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet után a Csontvári Múzeum is üresen áll. Az állandó tárlatok, mint például a galériának nevet adó festőművész alkotásai azonban meghatározott körülmények között tárolhatók. Így a kiállítótér folyamatosan gondoskodik ezen paraméterek fenntartásáról. Mint Csornai Boldizsár igazgató elmondta, a biztonság az elsődleges szempont. Nekünk az egyik feladatunk a megőrzés, a bemutatás és a konzerválás mellett. A megőrzés az azt jelenti, hogy olyan körülményeket kell fenntartani a műtárgyak számára, amik mindenféle szempontból megfelelőek. Ez a hőmérséklettől, a fényviszonyoktól kezdve egészen a páratartalom szabályozásaig sok mindent magába foglal. Természetesen az alapbiztonság az pedig az épületeknek a védése. Ebben a nagyon nehéz periódusban is természetesen itt egy pillanatig nem lehet kihagyni, továbbra is az épületek biztonsága az teljes egészében adott. A múzeum igazgatója arra biztatja a pécsieket, látogassanak el a jpm.hu weboldalra, ahol a folyamatosan frissülő digitális barangolás részeit is megnézhetik, emellett további fontos információkat is olvashatnak, ami a galériával kapcsolatos.